Sziasztok! Bár sokan azt gondoltuk, hogy mikor visszatér a Vankel motor ismét olyan autóba, amit szériába gyártanak, akkor ez egy sportautó lesz, mint ahogy ugye az RX-7 vagy az RX-8 is volt. Egy picit ilyen sportos verzióra vártuk, vagy legalább azt vártuk, hogy hajtsa a kerekeket, de hát végül máshogy alakult, és ugyan visszatért a Vankel motor, de innentől kezdve ebben az autóban csak és kizárólag generátorként funkcionál, de mindezt ugye úgy oldották meg, hogy átdolgozták a motort, erről már egy picit később beszélek, viszont belekerült az MX-30-ban, ami ugye már a megjelenésére is az volt beharangozó, hogy igen, majd lesz hozzá egy ilyen kiegészítő hajtás, és egyéb elég sokat kellett rá várni, én azt gondolom, hogy megérte. De ugye nézzük is meg először az autót körbe. Ugye maga egy 4,4 méter hosszú, ilyen crossover jellegű autóról van szó. Nagyon-nagyon sok apró jó kis részlet van az autón, mint például itt ez a Mazda felirat, ez a kis fém betéten. Nagyon-nagyon szépen csapódik az autónak a teteje. Jó nagyon ez a szín is, amit hozzá konfiguráltak. Hát ez egy kicsit számomra véleményes, ez a brutál nagy méretű ilyen műanyag betét. Nekem ez egy kicsit sok, kicsit indokolatlan. 18-szoros kerekeket kapott, és ugye amit az RX-8-ban is már szerettünk, hogyha kinyitom az első ajtót, ugye a hátsó ajtó, az gyakorlatilag ugye nincs B-oszlopunk, hanem így hátrafelé nyílik, ezt ugye tudta az RX-8, tudta az i3, és tudta sok másik autó is, nincs B-oszlop, tehát könnyebb beszállni hátra, és mégis egyébként akár gyereket betenni, bármit viszonylag könnyű. Ez az ülés, ez ugye előre-hátra manuálisan állítgatható, és akkor pikpak, becsukjuk, és már működik, és ez egy nagyon-nagyon jó trükkje az autónak. Itt van ez a kis rotor formájú logó, ugye egy E betűvel, hiszen itt ugye generátorként működik, ugye maga ez a kis háromszög forog az autóban, ez az, ami termeli az áramot, hiszen az autó akkukapacitását lefelezték, ebben nem 35 kW-os, hanem csak kb. 18 kW-os akkumulátor van, amivel ugye a hatótávja is feleződne, tehát nem tudna elmenni csak egy nagyjából 80 km-t így nyáron, télen hát inkább ilyen 50-60-at lehet vele most elmenni, de ott van hozzá a Vankel motor, ami hogyha bekapcsol, akkor az össz hatótávunk az körülbelül ilyen 450-500 km lehet. Elől megkapta a full LED-es fényszórókat, ilyen nagyon szépen be van így sűjesztve, ilyen 3D-s, nagyon-nagyon szép kidolgozással működik. Mazdás hűtőmaszk, hiszen ugye ennek kell levegő. Az egész én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jól kinéző, pofás kis autó lesz. Rengeteg ilyen apró, tényleg kicsi részletek vannak, például itt ez a kis fekete betét, amivel azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok időt töltöttek el, és nagyon-nagyon jól áll az autónak. De meg is mutatom a motort, és akkor ott egy picit beszéljünk róla. Itt lakik az autó orrában a 8C kódjelre keresztelt, ugye Vankel motor, azért 8C, mert 800 köbcentis, és C, mert ugye ez az újabb variáció, de ez itt az elektromotor, és itt oldalt van egy picike Vankel motor, és a Vankel motornak az a nagyon nagy előnye, hogy rendkívül pici és nagyon kicsi helyen elfér, könnyű, bár az autó összességében egyébként nehezebb, mint a sima elektromos, de azon az oldalon van a kis motor, itt van az olajpálca, ott az olajszűrő, és egy 8C, 75 lóerő, 800 köbcenti, csak generátorként funkcionál, azt már elmondtam, amúgy az autó az összesen 170 lóerős. Én azt gondolom, hogy városban bőven elég ez a teljesítmény. És maga a motor egyébként nagyon-nagyon sok mindent átdolgoztak a rotoron. Tehát az egész rotornak a kialakítása minden más egyre jobban hasonlít a sima Skyactiv motornak a kialakításához. A rotorba belevéstek gyakorlatilag egy kicsi üreget, amivel egyébként azt próbálják elősegíteni, hogy még jobb égése legyen, még nagyobb hatásfoka legyen az autónak. Tehát nagyon-nagyon próbálták itt is szegényíteni a keveréket, hogy minél kevesebb üzemanyaggal tudjon ugye teljesítményt kiadni. Nekem is ugye volt egy RX-8-am, az ugye a 13B MSP, ugye, tehát a Renesis motor volt benne, volt vele tapasztalatom, egy nagyon-nagyon különleges élmény az autó, bár a hírnevével ellentétben egyébként a Vankeleknek nagyon-nagyon rossz híre van, közben lecsukom a géptetőt, de hogy nagyon-nagyon rossz híre van a Vankeleknek, és a rossz hír jelentős része
mindenféle bántás nélkül abból adódik, hogy olyan emberek használták, akik nem értenek hozzá, nem tudják, hogy hogy kell csinálni, esetleg nem volt meg elég információjuk ahhoz, hogy egy ilyen motort hogyan is kell üzemeltetni, hiszen egy van kell, az nem feltétlen az a motor, legalábbis főleg az RX-8-ban, ami azért van, hogy te fogod, megtankolod, mész vele, aztán ilyesmi, az egy sokkal igényesebb, sokkal bonyolultabb felhasználású motor, ugye premixelni kell, én ennél az autónál is azért ajánlanám, és olyan olaj kell bele, ami, hogyha megmarad a gyári olajzási rendszer, akkor elég, mert a sima Mazda olaj, vagy a sima bármilyen olaj, az nem ég, az nem arra van tervezve. De például, hogyha ott van az Idemitsu, és nem szponzorálja a videót, meg semmi, de az el tud égni, és a Mazdához például azt ajánlják, tehát, ha veszel egy ilyen autót, én nagyon-nagyon erősen ajánlom, hogy az Idemitsu 5V30-at kérd bele olajcserénél, sokkal-sokkal jobban jársz, és akkor nem lesz az, hogy a van kell az üzé 30 ezernél, ki kell a motorcserén, nem kell. Nem kell, ha rendesen használod és értesz hozzá, akkor egyébként ez lehet. Nekem volt, és sose volt vele igazán probléma. De akkor visszatérve most konkrétan erre az autóra, ugye ő is egy vankel motorral hajtott, már sokat fejlődtek rajta, én nem kell rajta aggódni, mondom az olajtippet, azt nagyon-nagyon fogadjátok meg, hogyha ilyenbe gondolkodtok. Szóval 4,4 méter hosszú, kicsivel több mint 2,6 méteres tengelytávú autó, tehát még ez a városi autó kategóriáját azért már úgy kifele súlyrolja, tehát épp hogy így belefér, de azt gondolom, hogy városi autónak még mindig jól működik. Ugye kicsit kupés, itt megvan ez a Mazda design, amit viszont nem értek, és az egyik elektromos autón se értem, hogy ekkora a töltőnek a nyitója. Hopp, most be van csukva. Szóval, és ez alatt a hatalmas ajtó mögött, amin tényleg átfér egy, nem tudom, bármi kamion, ilyesmi, megfordul benne az ifa. Van egy picike kis csatlakozó, hogy minek ekkora ajtó. Tökre olyan ormótlan szegény autón. De, ami nem, és ami nagyon gyönyörű, akkor nézzétek meg itt ezt a hátsó lámpa kialakítást, ez a kerek, ahogy itt meg van rajzolva, szépen a belseje, ahogy így ki van domborítva az egész autón, mennyire nagyon finoman van megcsinálva. Jó itt hozzá ez a kis csík, szép az autó hátulja. Hát itt ez a műanyag, ez nekem megint egy kicsit sok és nagy, de mindegy, el tudjuk fogadni, azért egy nagyon-nagyon jó kiállású kis finom kis autó ez. Belül is egy nagyon-nagyon kellemes, és tényleg nagyon finoman összerakott utastér fogad. A minimalista dizájn az abszolút megmaradt, ugye egy picike kijelző került ide fölülre, szépen puha, tényleg elég jó tapintású műszerfal, itt szépen végig van varva, milyen szép egyenes varrás, jó itt ez a kis fémbetét, szépen integrálták ide a kis szellőző nyílásokat. Itt középen kapott egy ilyen klímapanel, amin látjátok, gyűjti rendesen az új lenyomatot, és ami furcsa benne, hogy hogyha bekapcsolom, akkor a hőmérsékletet itt is lehet állítani, és nem több, mint 2 centire itt is lehet állítani. A légbefúvást itt is lehet állítani, és van fizikai gombja, ez is maximum 2 centire van tőle. Vannak furcsaságokna. Jó itt ez a kis középkonzol, ez ilyen lebegő dizájnba oldották meg, nagyon kis menő, jól néz ki, megmaradt ugye ez a tekerő gomb, amivel vezérlem a középső rendszert, szép, itt van egy jó nagy tálórlelkezünk, van USB csatlakozónk, van 220-as csatlakozónk, itt ugye 150 wattos, tehát egy laptopot el tudunk róla simán töltögetni. Megvan a pohártartónk, és ugye az autónak a különlegessége, ezt így lecsukom, akkor itt egy ilyen kb. Sík, például a telefont ide tudjuk tenni, hogyha szeretnénk, ha pedig ugye ez ilyen parafa, tudsz nagyon-nagyon jó tapintású, ha pedig ezt így fölnyitom, akkor ide simán be tudok tenni két poharat, van egy kis könyöklőnk, ez így előre húzható, finoman van bőrözve, ahogy egyébként az üléseknek a széle is. Hát nyilván már ez műbőr, vagy ilyen vegánbőr, vagy hívhatjuk bármilyen menő marketing szöveggel, ez azért műbőr, de a közepe az egy ilyen nagyon-nagyon jó tömésű, viszonylag egyébként kemény, tehát egy elég csapabíró anyagnak tűnő cucc. Jó az oldaltartás, kényelmes, egyébként rendkívül kényelmes ez az ülés, ahhoz képest, hogy ez egy kis városi autó, tényleg sokat is el lehet benne ülni, úgyhogy nem érezzük, hogy elfáradnánk. A másik rész, ami nekem egy picit fura, hogy kicsit talán nagy ez a kormány is. Ilyen roadsteres, meg sportos kormány, egy kicsit talán a mérete magához az autóhoz képest nagy, de vannak váltófüleink, ami nyilván nem váltót kezel, hanem a regenerálást állítja, meg vannak ezek a kicsi
ilyen bajusz kapcsolók nagyon-nagyon finoman működnek, finoman kattannak, jó őket használni. És ugye a Mazda, amit már kitalált, hogy az indexnél ne kattogjon, hanem mind a szívverés így pulzáljon az index. Ez egyébként egy nagyon-nagyon feelinges dolog, és én azt gondolom, hogy egy jó kis egyedi cucc a Mazdákban. Amúgy mondom, hogy az egész beltérnek megvan ez a tényleg minőségi és elég jó kialakítású érzete. Jók az anyagok, kellemes itt ez a kis ilyen hangszóró szövet is, vagy nem tudom, mi lehet az itt a tetején, hogy igazából nagyon jó az autóban ülni. Nagyon menő ez a B-oszlop megoldás, bár én azt gondolom, hogy egy kicsit azért bemászni rajta valahogy mégsem olyan kényelmes, például egy i3-asba vagy az RX-8-ba pont kényelmesebb volt egészen ide hátul beülni. Egész magasan van a térdem, kicsit ilyen nyakamba van, feelingje van az autónak, az ülőlap az egész alacsony, de nem nagyon van a combom alatt, igazából ki se tudom nagyon nyújtani a lábamat, és most magam mögött ülök, én 180 centi magas vagyok, nem azt mondom, hogy egy ilyen túl kényelmes cucc, van kis kapaszkodóm, kis könyöklő is, itt ki van alakítva az ajtónál, tehát itt le tudom tenni a könyökömet, középről is le tudom hajtani, van benne két pohártartó, hát a fejtér az... Szó-szó, 180 centisen még el lehet férni. Azt, hogy három ember ide hátul, hogy férne be mondjuk az én méretembe, azt mondjuk szívesen befizetnék rá, de hivatalosan ugye 5 személyes autó, könnyen elérhető Isofix csatlakozói vannak, ez egyébként fontos, és oldalt is van hátsó, tehát hátul is van oldal légzsák, ami szintén jó, kis olvasólámpánk, hát ilyen légrostény meg ilyesmire ebben a kategóriában azért nem nagyon reménykedjünk. Itt sincs. El lehet itt utazni, én azt gondolom, hogy erre a távra, amire az autó képes, arra elég, de azért lehetne egy kicsit tágasabb is. Kisvárosi autóhoz képest egyébként egész jó méretű csomagtartója van. Ha megnézitek, egészen szépen be lehet pakolni, és a REV-ben, tehát ebben az REV-ben bemutatkozott az 1500 wattos ilyen rendes hálózati csatlakozó. Erről ugye már egy mikrót, kisebb teljesítményű sütőt, vagy akár, hogy elmegyünk kempingezni, ott nagyon-nagyon sok mindent fel tudunk róla tölteni. Ez egy nagyon-nagyon hasznos funkció, én azt gondolom ennél az autónál. És, ami külön kiemelt, hogy nem az autó 12 voltos aksijáról működik, hanem az autónak a hibrid aksijáról, tehát sokkal-sokkal később merül le, és nem kell például a motort járatni közben, hogyha ezt használni akarjuk. Amúgy egy ilyen hasább méretű bepakolós helyünk van, az ülések ledönthetők 60-40 arányban, akkor egy picit nagyobb csomagterünk van, azért ilyen nem gigantikus nagy, én azt gondolom, hogy amire erre az autó való, arra tökéletes. Az MX-30 az alapvetően számomra egy ilyen nagyon-nagyon kedves autó, és bár az előzőben, vagy hát nem is az előzőben, hanem a Shiba elektromosban is azért leginkább én azt hiányoltam, hogy messzire lehessen vele menni, vagyis egy kicsit több hatótávja legyen az autónak, és mert az a 35 kWh-s akkumulátor az azért 2023-ban, vagy éppen már 24-ben elég vékony. És valahol ezt próbálta a Mazda kompenzálni, hiszen ugye nem azt csinálták, hogy beletettek akkor egy 50-es aksit, vagy 60-asat, vagy bármekkora nagyot, hanem úgy voltak vele, hogy akkor tegyenek bele valami olyat, amitől még mazdásabb lesz az autó. Ugye a Vankel motor az azért elég ikonikusan Mazdához köthető dolog. És ugye ezzel próbáljuk meg növelni a hatótávot, tehát hozzátettek egy generátorként működő, gyakorlatilag 800 köbcentis, ugye egy rotoros mankelt. És ugye ezzel az autónak az összhatótávja az ilyen 450 km körülre növekedett, ami én azt gondolom, hogy az már egy elég jó érték ebben a méret kategóriában. Nyilván a sima akkumulátora lefeleződött, hiszen kellett a hely a benzintartálynak, meg ugye a motornak is, de hogy az autó gyorsulása már 9,1 másodpercre javult a 0-100-as sprint, a végsebesség egyébként 140 km per óra, tehát lehet vele autópályán is közlekedni, és ugye az autónak három vezetési módja van, ugye van a teljesen elektromos, amikor addig megy, ameddig nullára le nem merül a akkumulátor, és utána ugye bekapcsolja a benzinmotort. Van egy charge mód, ami a meghatározott szinten tartja, vagy a meghatározott szintre tölti az akkumulátort. És ugye van egy harmadik mód, ez a normál, ami azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 40% plusz-minusz 5-6%-ra meríti az autó az akkumulátort, és ott folyamatosan visszatölti a Vankel motorral, és akkor kibekapcsolgat a motor, így
így úgymond megadja azt, hogy csak tankolnunk kell az autót, de ugye hajtani csak és kizárólag az elektromos, tehát villanymotorokkal hajt az autó. Ami érdekes, hogy nincs az a hú, de nagyon odalépünk, és akkor kirántja alólunk az autó a talajt, mint ahogy az elektromos autóknál megszokhattuk. Viszont ilyen kellemesen, dinamikusan városban, én azt gondolom, hogy egész kezesen gyorsul az autó. Nincs is ezzel igazából semmi probléma. Körülbelül ez az, amit így el is várnánk egy ilyen típusú autótól. És hát ugye, amiben például nekem a CX-60 annyira nem tetszett, én azt gondolom, hogy érdekes módon még ebben a legkisebb Mazdában is, bár elől ugye McPherson, hátul pedig Strathbar futómű van, ahhoz képest én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó hangolású, tehát hogy a torziós cucchoz képest is nagyon-nagyon jó hangolású, tényleg jól vezethető, tényleg ilyen jól tudunk vele kanyarodni, egész agilis az autó, finoman tartja az utat, megvan az az úton ez a tényleg kapcsolat, tehát hogy megvan a kormányzás, a kerekek, az út és a vezetők közt, ez a nagyon-nagyon jó összhang, ami egyébként a Mazdákra általában jellemző is volt, és érdekes módon ebben az autóban is tökéletesen kivitelezték ezt. Jó vezetni, lehet vele élvezeteseket kanyarogni, mindezenáltal viszont pedig megmaradt az, hogy azért a városban, Pesten mégis ilyen finoman rugózza ki ezeket a hát elég egyre kellemetlenebb út egyenetlenségeket is. És hát úgy vezetéstechnikai rendszerekben is egész jól el van látva az autó, ami picit számomra furcsa volt, hogy ha bekapcsolom ezt a kormánysegédet, az aktív kormánysegédet, akkor egész későn nyúl bele a vezetésbe. Szinte már lent elkalandoztunk a sávokból, meg ilyesmi, ezen még amúgy lehetne mit javítani, de alapvetően amúgy jól működnek a vezetés támogató rendszerei, és van benne ugye holtérfigyelő, ráfutásgátló, ugye sávtartó, adaptív tempomat, igazából minden, ami elvárható 2023-ban. Van, amin azért még érdemes lenne lehet, hogy csiszolgatni. És a másik dolog, ami számomra egy picit furcsa, hogy azt gondolja az ember, hogyha tényleg nagyon kihegyezték ezt a Wankel motort arra, hogy mennyire hatékony legyen, és hogy mennyire segítse a fogyasztás, vagy ilyesmi, de azonáltal én azt gondolom, hogy nem azt látom itt előttem a fogyasztásmérőn, hogy ez olyan hú de jól fogyasztana, hiszen ugye maga a 75 lóerős motor azért az, hogy tartsa folyamatosan a töltöttséget, az viszonylag sokat kapcsol be, hogyha nem tudom töltögetni. Az a 80 km-es hatótáv pedig azért elég gyorsan el fog tudni fogyni, főleg, hogy nagyjából a felét, tehát ilyen 40 km-t mennénk el simán elektromosan, és úgyhogy normál módon be is kapcsolna a Wankel motor. És hát onnantól kezdve számomra jönnek a furcsaságok, hiszen fogyasztásban is egy erős ilyen 7-8 litert most megevett az autó, úgyhogy ha nem töltöttem, nyilván, hogyha töltöm, akkor nem fog ennyit fogyasztani, de akkor meg simán vehetném az elektromosat is. Szóval van bennem egy ilyen kis visszás érzés, hogy nekem azért, mint volt Wankel tulajnak, és aki tényleg szereti ezeket a motorokat, szereti a Mazdát, mindig is egy kicsit ilyen gyenge pontom ez a márka. Értem, hogy miért van ez az autó, szeretem is, hogy van ez az autó, de itt, amit előttem van, azt annyira nem szeretem, hiszen egy 1.5-ös Skyactiv, például Mazda 2-es, vagy mondjuk hasonló méretosztályban ott van a CX-30, ami szintén egy nagyon jó autó, mindegyik kevesebbet tudod fogyasztani, és oké, okay, megvan a tölthetés, vagy a töltés lehetősége, de azért lássuk be, hogy valahol, úgyhogy nem tudom, olyan furcsa, tehát hogy értem, hogy jó, meg ilyesmi, megnöveli a hatótávomat, de hát ilyen fogyasztással azért nagyon-nagyon sokkal erősebb autóval is el tudnék járkálni messzire, és nehezen tudom validálni még ezt a fajta használatot. És lehetséges, hogy valakinek passzol ez az életstílusához, meg szereti a Wankelt gyűjteni, vagy nem tudom bármiért akarná ezt az autót, de nem biztos, hogy jobban tudom ezt most validálni, mint a sima elektromosat, főleg az árkülönbség, ahol azért egy erős 4 millió forintot még azért be kell tenni a két autó közé. És hát összességében ez az MX-30, ez egy
Én azt gondolom, egy nagyon-nagyon jó kis bombon az autózás világából, ami tényleg különleges, hiszen bankelmotor van benne, hiszen elektromos, vagy úgymond plug-in hibrid, generátorként működik benne a vankel, tudjuk tankolni, tudjuk tölteni, crossover, mert ugye most ez a menő, és kényelmes, nagyon jó anyagok vannak benne, és tényleg alapvetően egy rohadt jó autó, tehát nem tudok rá mást mondani, jó. De valahol ott van ez a hajtás, aminél az ember azt gondolja, főleg, hogy ennyit csúszott, és hogy ennyit kellett rá várnunk, és tényleg vártunk rá, hogy akkor hogy lesz ez a vankel motor, meg ilyesmi benne, és ez a része pedig számomra csak azért csalódás, mert sokkal kevesebb fogyasztást várnék ettől, és most nem kell olyan messzire menni Japánon belül, például a Nissannak hasonló rendszerű motorja van, ott ugye egy 1.5-ös turbóval töltik, mint generátor az autót, az azért lényegesebben keveset eszik, és nagyobb karosszériával. Szóval hát örülünk is, meg egy picit azért úgy elmorzsolunk egy-két könnycseppet. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez egy nagyon jó autó, lehet, hogy valakinek az élet stílusához megfelel. És hát nagyon szeretném, hogy esetleg még legyen egy olyan vankel is, ami úgy rendesen a kerekeket hajtja egy kéziváltón, és mondjuk hátul meg egy kicsi sportautó kaszniba van. It sound right, boy.